Jobb volt a szocializmusban, jobb volt a Kádár rendszerben. Tatabányán várt a szimpatizánsait a Munkáspárt. Türmer Gyula elnök azt mondja, nem tetszik neki a kapitalizmus, mert a pénz uralkodik mindenen. A politikus úgy látja, a baloldal reflektorfényben lévő pártjai, ha össze akartak volna fogni azért, hogy leváltsák Orbán Viktort, már rég megtették volna. Amiről itt szó van, ez a saját pozíciójuk építéséről. Mindegyik miniszterelnök jelölt akar lenni, mindegyik képviselő akar lenni, mindegyik jól fizetett állásokhoz akar jutni a következő 4 évben is. Elszoktak már valóságos munkától. A Munkáspárt ellenben ténylegesen dolgozó embereket vinne a parlamentbe, akik munka mellett vállalnak a képviselőséget. Az első munkahelyhez való jogot az alkotmányban is rögzítenék, és el akarják érni, hogy az emberek 8 óra munkával tisztességes jövedelemhez jussanak. Szerintük a többség rosszul él. Ennek a szegény rétegnek is juttatni kellene, tehát olyan politikát kellene folytatni, amelyik ezeknek az embereknek is lecsúrgat egy kicsit valamit abból a megtermelt jövedelemből és többletből, ami ebbe az országba keletkezik. Ez nincs ma Magyarországon. A Munkáspárt vezetői úgy vélik, bár a baloldali politikusok közül Gyurcsány Ferenc a legkarizmatikusabb, amit ő akar, azt már megtapasztalták az emberek, és a többség nem kér belőle.